Kötvénybiznisz, TAO pénzek, rendszer szintű korrupcióról ír a Magyarországról szóló fejezetben a Transparency International. A nemzetközi szervezet friss jelentése szerint Bulgária és Magyarország lett az Európai Unió két legkorruptabb országa. A kötvényüzlet a Transparency International szerint felveti a döntéshozó politikusok büntetőjogi felelősségét is. A lista vezető és a második helyezett szívélyes parolája Szófiában. Orbán Viktor hétfőn rázott kezet az Európai Unió soros elnökségét betöltő Bulgária miniszterelnökével, Bojko Borisovval. Bulgária és Magyarország az EU két legkorruptabb országa, a közélet átláthatóságáért küzdő szervezet, a Transparency International friss jelentése szerint. A Magyarországról szóló fejezet a rendszer szintű korrupció egyik példájaként a letelepedési kötvényüzletet említi, amellyel a magyar állam nagyot bukott a Transparency szerint, miközben az offshore cégek mögé bújt, máig ismeretlen haszonhúzók milliárdokat kaszáltak. Az államot behálózó korrupcióra a másik példa a miniszterelnök szívügyének számító céges sporttámogatás, amelyet a jelentés hűbéri rendszerként emleget. A Transparency Magyarország igazgatója azt mondta, Kelet-Európában mindenhol romlott a helyzet. Ennyire központosított, felülről vezérelt korrupció sehol máshol nem létezik, mint Magyarországon, mert sehol máshol nem ennyire központosított maga a politikai rendszer, és sehol máshol nem ennyire államkapitalista a gazdasági rendszer. A másik, ami miatt azt gondolom, hogy a magyar eset eléggé egyedinek tekinthető, persze összefüggésben a központosítottsággal, az a következmény nélküliség. Magyarország első uniós biztosa is úgy gondolja, hogy az Orbán rezsim valóban páratlan. Amiről beszélünk itt, az tulajdonképpen sokkal több, mint korrupció. Az egy állami szintű újraelosztás, ami működik, ezt szokták az állam elrablásának is nevezni. Azt jelenti, hogy a hatalom jogalkotással, hatalmi szóval eltérít versenyfeltételeket, és ezzel a saját embereit hozza előnyös helyzetbe. Ez rossz az országnak most is, és perspektívikusan is, mert aláássa a versenyképességet, és aláássa az Európai Uniótól nyerhető további előnyöket. Ellenzékben a Fidesz még adott a Transparency International jelentéseire. A pártot akkoriban jobban foglalkoztatta a korrupció, mint most. A jelenlegi nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály 2007. júniusában az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara rendezvényén fejezte ki például aggodalmait. Több olyan elem van, amelyen módosítani kell, de talán a legfontosabb hármat, hogyha ki kellene emelnem, akkor nyilván adózás, tehát el kell indulni egy másfajta struktúrájú adórendszer, és hát lehetőség szerint egy kisebb adózási teherrel járó rendszer irányába. A második a korrupció, a transzparencia kérdése. Ebben az ország most már érezhető versenyhátrányokat szenved el. A közbeszerzések is, itt nem csak az állami, hanem az önkormányzati közbeszerzések megvalósulása tekintetében is. 2007-ben Magyarország a 39. volt a rangsorban. Ma a 66. Egy év alatt 9 helyet csúszott le az ország a 180 országot vizsgáló kutatásban.